A műsor támogatta a Buildext, a digitális építőipar hazai szakértője. A Szegedi Tudományegyetem. A műsor támogatta a MOL, a Smart Indy. A műsor támogatta a Samsung. A mesterséges intelligencia a folyamatosan ismétlődő unalmas monoton. Munkafolyamatokat veszi le a dolgozók válláról. Gyakorlatilag percek leforgás alatt több száz variáció megy végig. Ennek eredményeképpen sokkal gyorsabban tudunk jó házakat tervezni. Mi fejlesztő azt mondanám, hogy a leghatékonyabb adatfeldolgozási módszer. Én úgy érzem, hogy ez elkerülhetetlen továbblépés a technológiai fejlődésnek. Ezek az intelligenciák, ezek egy nagyon jól definiált feladat megoldására képesek, és csak arra képesek, amit az ember megtanított nekik. Hiába nem tudjuk, hogy pontosan milyen logika szerint gondolkodik, de mégis olyan apróságokat is észre tud akár venni, amit az emberi szem nem. Kihívás, hogy hogy lehet jól megtanítani bizonyos dolgokra, hogy ezt minden pontosabban és jobban csinálja. Nagyjából még 5 év, mire azt elmondhatjuk, hogy mesterséges intelligencia rendszer szinten támogatja a működésünket, és szinte az összes kulcs üzleti folyamatban beágyazódik. Mestersége, intelligencia. A jövőd, amit megérthetsz. A mesterséges intelligencia már nem a jövő. Hogyan működik? És hogyan változtatja meg a világot? Nézzük meg együtt. A hotdog mai napig a street foodok bajnoka. Mi magyarok is rajongunk érte. Csak a benzinkutakon évente 7 milliót fogyasztunk el belőle. Mustár helyett mi most mesterséges intelligenciával készítjük el. Hogy használjátok a mesterséges intelligenciát hotdog készítésre? Ahhoz, hogy a megfelelő minőségben, megfelelő gyorsasággal tudjuk a vásárlóinkat hotdoggal kiszolgálni, elegendő számú virslit kell, hogy a hotdog rolleren tartsunk. Ha túl sok virsli van a hotdog rolleren, akkor nagyon sok a selejt. Ha túl kevés a virsli, az azt jelenti, hogy a vásárlónak várnia kellene, rendelkezésre áll elegendő adat, ahhoz, hogy arra tudjuk használni a mesterséges intelligenciát, hogy előre tudjuk jelezni, lokációnként, óránként, hogy pontosan, várhatóan hány hotdogot fogunk értékesíteni. Hát különböző helyekre leszól, hogy hello, itt rakjátok fel még 2 virslit, ott 3 virslit, valahogy így kell elképzelni? Ennél még egyszerűbb, gyakorlatilag egy táblázatot készít az előjelző algoritmusunk. Ezt a táblázatot leküldi elektronikusan a megfelelő lokációkra. De akkor igazából a hotdog az csak egy példa, az bármely termékre, igaz? Így van, igyekszünk az összes ilyen folyamatunkat adatokkal megtámogatni, nem feltétlenül még mesterséges intelligenciával, viszont úton vagyunk oda, hogy a mesterséges intelligencia rendszer szinten támogassa a cég működését. A testreszabás az tulajdonképpen azt jelenti, hogy hogyan lehet mást tervezni karakószörcsögön, mint szolnokon. De ugye a virtuális térben ahhoz szoktunk, hogy ez egyéni szinten történik, ezt nálatok is tervben van? Abszolút, ez el is indult. Fejlesztettünk egy digitális hűségprogramot, aminek éppen ez a lényege, hogy a vásárlóinkról, illetve az online térben felhasználóinkról adatot gyűjtsünk, illetve megértést növeljünk. Emberileg a tapasztalataink szerint körülbelül egy 10 000-es szegmenst tudunk értelmezni és tudunk menedzselni, nyilván több millió vásárlóból. Ehhez képest a mesterséges intelligenciával 100-as csoportokat tudunk. Az olyan, mint a 100-szor annyi emberrel próbálnánk csinálni a szegmentációt. 100-szor relevánsabb, vagy hogy 100-szor relevánsabbak lennénk, igen. Uh-huh. Hogyan kell elképzelni azt a hátteret, ami ahhoz kell, hogy egy ilyet létrehozzunk? Mondjuk azt, hogy az alsó réteg, az valóban egy technológiai platform, egy adatplatform. Ez nálunk körülbelül 30 rendszert jelent, 30 rendszernek a bekötését. Innen bejön rengeteg adat, amit struktúrálnunk kell, tisztítanunk kell és elemezhetővé kell tennünk. Egy másik rész az maga, onnantól kezdve, hogy az adat megvan, az adatnak a megértése, hogy egyáltalán eljussunk oda, hogy mi magunk
mint emberek ugye érteni tudjuk, hogy pontosan mi van, pontosan mi van az adatban, hogyan kell értelmezni azt az adatot, és mire tudjuk felhasználni. Enélkül ugye viszonylag buta lenne a mesterséges intelligencia is. A harmadik rész az pedig a szervezet és mi magunk. Gyakorlatilag szervezetire kell készen állnunk arra, hogyha egy ilyen eszközt bevezetünk, akkor az üzleti folyamatunkat is megváltoztassuk. Ez egy ilyen közös tanulás is, hogy egyedi szinten is, aki a pult mögött áll, de szervezeti szinten is, hogyan lehet együttműködni azt, mikor kell ráhagyatkozni, mikor kell felülbírálni annak azokat az ajánlásokat, amik egy ilyen rendszer hoz. Így van. Mi abszolút ebben hiszünk, hogy ugye a gép és az ember együttműködése a lehető legjobb, vagy az fogja a lehető legjobb eredményt hozni. Ez egy nagyon hosszú evolúció. Mi ugye már körülbelül 5 évvel ezelőtt kezdtük, és ez nagyjából még 5 év, mire azt elmondhatjuk, hogy mesterséges intelligencia rendszer szinten támogatja a működésünket, és szinte az összes kulcs üzleti folyamatba beágyazódik. A mesterséges intelligenciát egyre szélesebb körben használják az építészetben és a tervezésben is. Megmutatjuk, hogyan vált az építészek új alkotótársává ebben a budapesti építészirodában, ahol VR szemüvegeket, 3D-s modelleket, sőt még robotkutyát is bevetnek a tervezés során. A mesterséges intelligencia az építészetbe is egyre inkább teret nyer magának. Hogy képzeljük el ezt az egész átállást? Régen rajzokból építettünk házakat, és ez volt a módja annak, hogy az elmúlt 2000 évben az épületekről gondolkodtunk. Mára viszont ez gyökeresen átalakul, és egy building information modellt építünk, tehát egy épület információs modellt. Ez nagyon hasonló, mint ahogy a közlekedésünk, vagy térképészetünk átalakult. Ha most én bemegyek a Széchenyi könyvtárba, és meg kéne keresni, hogy hol lakom, akkor lehet, hogy egy délelőttet ott töltök, mire megtalálom az utcámat, meg a házamat, és akkor még mindig csak egy térképen vagyok. Ehhez képest létrejöttek információ modellek a földünkről, ugyanezt 3 görgetésből meg tudom csinálni, sőt, ha rákattintok, akkor meg is tudom nézni, hogy ki lakik ott, vagy milyen bolt van, és esetleg meddig van nyitva. Az építőipar egy nagyon hasonló folyamaton megy át. Itt az történik, hogy az épületeinkről létrehozunk egy digitális másolatot. Ez egy élő, lélegző, virtuális másolata az épületnek, digitális ikernek is szokták hívni. Arra jó, hogy nagyon könnyen megtaláljuk benne az egyedi elemeket, az ajtókat, ablakokat, lámpákat, és hogyha rákattintunk, hozzáférünk az információ részéhez, hogy ezt kitől vettük, mennyi garancia van rá, és egyébként tudjuk ezt használni. Akár egy közönséges mobiltelefon kameráján keresztül ki tudjuk vinni az építkezésre ezt a információ modellt, és látjuk, hogy mit hova kéne megépítenünk. Ez a virtuális modell az, amire aztán tudunk kötni egy olyan kommunikációs platformot, hogyha a statikus behúz egy gerendát, akkor a gépésztervező kikerüli a csövével, és akkor nem kell levelezniük arra, hogy ez hogy volt, hanem egyszerűen látják. Ugyanakkor, amikor egy újat terveztek, annak a különböző variánsait is mesterséges intelligenciával tudjátok létrehozni. Régen egy jókező tervező csinált ABCD verziót, és hát egy idő után elfáradt, vagy ő vagy a megrendelő, és hát megszületett egy ház. Most ez úgy néz ki, hogyha van olyan AI-unk vagy algoritmusunk, amivel, hogyha megmondom, hogy hány lakásegységet szeretnék tervezni mondjuk egy társasházba, akkor gyakorlatilag 2/10 másodpercenként legenerál egy komplett épületet, ebből alacsonyat, magasat, kicsit jobbra-balra, és mindegyikről kimutatja, hogy egyébként ez mennyire használható, mennyi energiát fog fogyasztani, mennyire lesz nagy a zajszennyezése. Gyakorlatilag percek leforgás alatt több száz variáció megy végig. Ennek eredményeképpen sokkal gyorsabban tudunk jó házakat tervezni. Mert most egy pár hónapja itt volt a Boston Dynamics-nek a robotkutyája Spot, egy olyan szkennerrel, ami másodpercenként 800.000 pontot mért meg maga körül, és teljesen autonóm módon 3 perc alatt végig sétált az irodánkon, és milliméter pontosan felmérte a teljes irodát. Magyarán ott járunk, hogy minden épületünket valamilyen szkenneléssel vagy térérzékeléssel kezdjük, ez létrehozza az épületnek a virtuális modelljét, és innentől kezdve mindegy, hogy ez az épület New Yorkban van, az arab emírségekben vagy Budapesten, ugyanúgy fogunk benne dolgozni tudni, mintha itt lenne a szomszéd utcában. A mesterséges intelligencia és azon belül a gépi tanulás
úgynevezett fekete doboz technológia. Ez azt jelenti, hogy amikor döntést hoz, nem tudjuk megmondani, hogy miért hozza azt a döntést. Amikor eldönti egy képről, hogy van-e rajta cica vagy nincs, alapvetően azzal senkinek nincsen gondja. Viszont hogyha arról kell döntenie, hogy valaki hitelképes vagy nem, meg kéne tudnunk mondani, hogy miért kapott, vagy miért utasították el a hitelét. Ez olyan, mintha bele akarnánk nézni egy ember agyába, és abból megmondani, hogy éppen mire gondol. Ugyanúgy nem értelmezhető, hogy mi zajlik éppen az agyában, mint ahogy egy gépi tanulásnak a modelljére, ha ránézünk, nem tudjuk megmondani, hogy mi miért történik. De ahogyan egy műtétnél is meg lehet találni olyan módokat, ahogyan ki lehet kísérletezni, hogy tulajdonképpen mi is történik odabent. Ezt a jelenséget hívjuk fekete doboznak, és ahogy az agyunknál is, ezen lehet javítani. Meg lehet találni azt a módot, ahogyan értelmezhetővé lehet tenni a gépek működését, ahol erre szükség van. A fontos, hogy értsük a technológia korlátait és lehetőségeit. Az egészségügy a mesterséges intelligencia egyik legígéretesebb felhasználási terepe. A gépek villámgyorsan át tudnak nézni leleteket, és olyan mintázatokat is felismerhetnek, amelyeknek a kiszűrése a szakembereknek hosszabb időt venne igénybe. A következő években várhatóan még jobban elterjednek azok az eszközök, amelyekből anélkül juthatnak az orvosok hasznos információhoz, hogy a betegnek el kellene hagynia az otthonát. A Szegedi Tudományegyetemen ugye a szoftverfejlesztés csoport már több mint 15 éve foglalkozik ilyen telemedicinás megoldásokkal, és ezen belül is azzal, hogy a mesterséges intelligenciás támogatott megoldásokat így kutassa, fejlessze. Az egyik ez a körömdiagnosztika. Meséljünk erről egy kicsit többet, hogy működik. Úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen 3D-s képet készítenek a körömről különböző színű megvilágításokban. Akiknek a körméről készül a felvétel, náluk ismert, hogy ilyen-olyan betegsége van, és akkor ezek az információk kerülnek bele a mesterséges intelligenciába, ami mint egy fekete doboz úgy működik, tehát beadjuk az információt, és kijön információ. Tehát, hogy belül pontosan mi történik, hogyan történik a tanulása, meg milyen logikával, azt nem tudjuk, de igazából működik, tehát ez a lényege. És hát így lehet megállapítani különböző körömbetegségek diagnózisát, de ezen kívül krónikus megbetegedéseknek a jeleit is láthatjuk a körmön. Például ilyen 93%-os pontossággal tudja meghatározni a magas vérnyomást, ilyen 84-82%-os pontossággal a veseelégtelenséget, szívelégtelenséget, májfibrózis. Van egy másik nagyon izgalmas területetek, amivel egy karpereccel meg lehet mondani, hogy valaki bipoláris, zavaros-e vagy nem. Aktivitásmérő jeleit is mesterséges intelligenciával dolgozzuk fel. Bizonyos betegségekre jellemző az, hogy megváltozik a személyeknek az aktivitása. A skizofrénia meg a bipoláris zavar, ahol ilyen aktivitásváltozást lehet észlelni. A mi kutatásunk arra fókuszált, hogy olyan személyeknél is megfigyelhetők ezek, akik még nem betegek, tehát egészségesek, de a hajlam megvan a betegség kialakulására különböző szempontok szerint. És úgy tűnik, hogy bizonyos aktivitásváltozások már náluk is észlelhetők. Ezekkel lehet ilyen szűrőprogramokat kialakítani, ami pedig ugye a prevencióhoz, a megelőzéshez tud nagyon fontos lenni. Az orvosi területen is rengeteg szöveges adat keletkezik. Milyen szövegtípusú adatok vannak az orvoslásban, amelyeket fontos lenne feldolgozni? Ilyen lehet például az egyes gyógyszereknek a szedése, vagy a gyógyszerezésnek a megváltozásától elkezdve egészen a dohányzási szokások, alkoholfogyasztás, stb. Hogyha ezeket az információkat a folyószövegből ki tudnánk automatikusan emelni, és ez a célunk a szövegfeldolgozási mesterséges intelligencia alkalmazásokkal, elemezhető formába állna elő. Egyrészt ezt lehetne arra használni, hogy egy betegorvos kontaktusnál az adott páciensnek az egész betegút történetét így egybelássa áttekinthető módon az orvos. Meg lehetne arra használni, hogyha az egész társadalom vagy egy nagyobb populáció szintjén hozzáférünk ezekhez az adatokhoz, gyógyszerkutatásokhoz, orvosi kutatásokhoz egy kincses bánya lehetne ez a nagy mennyiségű szöveges adat. Tulajdonképpen ennek egy mély fúrását, vagy részterületének a mély kidolgozásával kezdtetek el ti foglalkozni a kifejezetten a gerincsebészet területén. Gerinc radiológiai leleteket dolgozunk fel, tehát a célunk az, hogy a mesterséges intelligencia
megértse, hogy mi van ebben a leletben. Hát a lelet az úgy készül, hogy az orvos nézi az MR felvételeket és diktálja magát a szakvéleményét. És hát ez nyilván nehezen érthető az átlagos betegek számára. Ugye itt olyan mondatok hangzanak el, hogy az L3-as diszkuszon 4 mm-es körkörös protrúzió látható. Erre készítettünk egy mesterséges intelligencia megoldást, ami képes ezt feldolgozni, meghatározza, hogy milyen testrészeken milyen betegség található, és ezt képes megjeleníteni egy ilyen vizuális formában, egy gerinc ábrán, hogy a beteg is jobban meg tudja érteni, hogy melyik részen, hol van probléma, illetve mi az a megállapítás, ami esetleg ott van, de nem olyan fontos, mert igazán az nem okoz komoly problémát neki. A tervünk az, hogy az egész képi megoldásoknak a tanítását, a tanító mintáit automatikusan a szövegből és a képből egy mesterséges intelligencia rakja össze, ahhoz, hogy továbbfejlessze önmagát. Aha. Tehát a mesterséges intelligencia tanítja a mesterséges intelligenciát. Így van. Kihívás, hogy lehet jól megtanítani bizonyos dolgokra, hogy ezt minél pontosabban és jobban csinálja. Tizenöt éves porszívó, mosógép, hűtő és persze csúcs technológiás okos eszközök. Otthonainkban egyszerre megtalálhatók a régi és az új berendezések is. Amíg nem romlik el valamelyik háztartási gépünk, ritkán cseréljük le. De vajon mi a helyzet az olyan nagy gyárakkal, ahol a múlt és a jövő technológiával egyszerre dolgoznak? Hogyan tudják az elavult, de még jól működő gépeket a termelésben hatékonyan használni? A mesterséges intelligencia már erre is kínál megoldást. Egyre többet hallunk arról, hogy fel kell okosítani a gyárakat, digitalizálni kell a gyárakat. Mondjál már egy pár példát arról, hogy miért kell digitalizálni a gyárakat, mire jó ez? Mindenképpen szükség van arra, hogy a régi gépeket is behozzuk a termelésbe. Itt arra gondolok, hogy ezek a gépek, amik mondjuk 10-15 évvel ezelőtt készültek, még teljesen hatékonyan tudnak számunkra gyártani, de adatokat nem tudunk róluk legyűjteni. Mik azok a felhasználások, amelyekből ennek konkrét hasznai lesznek? A múltban sokszor a kollégák munkalapokra rögzítették, hogy egy cikk számból mennyit gyártottak. Nyilván itt lehettek eltérések, devianciák, így ha egy gép pontosan megmondja magáról, hogy ő hány cikk számot gyártott abban a műszakban, illetve kezdve nincsen kérdés. Nekünk nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy egy termékre mennyi kilovattóránkénti forintot költöttünk. A másik fontos szempont, hogy a vevők egy bizonyos termékét milyen paraméterekkel gyártottunk, milyen minőségi elvárásoknak feleltünk meg, ugyanúgy szeretnék látni, hogy ha a gép ezeket az információkat számunkra tudja szolgáltatni, és ezeket le tudjuk tárolni, ezeket tudjuk analizálni, megjeleníteni, én azt gondolom, hogy sokkal hatékonyabbá tudjuk tenni a termelésünket. Miért fontos ez a digitalizáció, az adatgyűjtés, a mesterséges intelligencia használatához, kifejezetten a gyártásban? Információt csak adatok alapján tudunk létrehozni. A gépeket kérdezzük, és a gépek mesélnek ezekről az adatokról. Ez alapján tudjuk, hogy mikor mi van bekapcsolva, milyen hőmérsékleten megy, mennyit fogyaszt, mit gyártanak az adott gépen. Hogyan lehet ezeket egy nyelvre hozni? Ennek a nevező platformnak tudnia kell beszélgetni a különböző évjáratú és típusú eszközökkel, meg hát ismernie kell a különböző szenzorokat is, amiket esetleg a gépekre később felokosítás néven lettek felszerelve. Felokosítás? Tehát azt jelenti, hogy volt egy olyan gép, ami csak termelni tudott, és akkor most már okos? Mi az, hogy okos gép? Az okosság itt azt jelenti, hogy plusz olyan információt tudunk kinyerni a gépből, amit az eredeti tervező az nem tervezett bele. Miért kell ez mesterséges intelligencia? Hogyha megnézzük egy gépnek az áronfelvételét, időben monitorozzuk, akkor ez egy nagyon bonyolult ábrát hoz létre, mivel a gépen sok fogyasztó van, amik teljesen függetlenül egymástól kibe kapcsolnak, és emiatt egy tényleg nagyon bonyolult ábrát kapunk. Ezt emberi szem már nem tudja feldolgozni. Tehát én, mint fejlesztő, azt mondanám, hogy a leghatékonyabb adatfeldolgozási módszer. Úgy érzem, hogy ez elkerülhetetlen továbblépés a technológiai fejlődésnek. Pont azért, mert olyan mennyiségű adatot gyűjtöttünk össze, amit már más módszerekkel nem tudunk feldolgozni. Milyen típusú cégek azok, akiknek a leginkább izgalmasak lehetnek ezek az egy nyelven beszélő technológiák, vagy éppen a ráépülő mesterséges intelligencia technológiák? Azt gondolom, hogy minden olyan cégnek érdekes lehet ez a beruházás, akik jelenleg vagy régi gépeket használnak, tehát nincsenek adatgyűjtési lehetőségek, illetve a folyamataik manuálisak, amit
digitalizálni kellene ahhoz, hogy adatsorok szülessenek. A mesterséges intelligencia a folyamatosan ismétlődő, unalmas, monoton munkafolyamatokat veszi le a dolgozók válláról, ezáltal értékteremtő munkát tudnak végezni az emberek. Mestersége intelligencia. Egy hét múlva újabb különleges témákkal, különleges helyszínekkel érkezünk. Viszontlátásra! A műsor támogatta a Buildext, a digitális építőipar hazai szakértője. A Szegedi Tudományegyetem. A műsor támogatta a MOL, a Smart Indie. A műsor támogatta a Samsung.